Nagyon nagy szeretettel köszöntünk a kedves nézőket. Önök VNTV-t, Iva Natura televíziót láthatnak, és más hangszeretett társalgás adássorozatunkban. Nagy tisztelettel és szeretettel Bence Ilonát köszöntöm a stúdióba. Én is köszöntöm a nézőket, és örülök, hogy újból itt vagyok. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Ilona egy olyan optimista, örök optimista, örök jó szándékú valaki, aki olyan számomra, mint aki elfelejtett kiesni a mennyből, ellentétben nagyon-nagyon sok emberrel, aki nagyon nehezen próbálja azt újra megközelíteni, egyfajta édeni hangulatot, állapotot, vagy legalább elfogadható szintre tenni az életét, és Ilonának is az életét már nagyon sokszor próbára tette a sors, de van valami erő, ami valahogy őt mindig megsegíti, mindig megtámogatja, és ez az erő, ez, ahogy én látom, ez soha nem egyfajta ilyen elveszettség, önelhagyatottság erő volt. Mesélj erről, Ilona, felfedezted-e te azt, hogy mindig, amikor bajban vagy, vagy nehezebben mennek a dolgok, akkor mindig valami ad neked, valami erőt, amitől újra kezdesz, amitől felállsz, és új ötleteid lesznek. Igen, már nagyon nagy gyakorlatom lett belőle, mert hát sajnos igen korán árva lettem, és hát annak a minden nyugjével és bajával együtt. De akkor véletlenül a Teremtő segített, hogy természeti környezetbe kerültem egy tanyára, ahol a természet, már maga az évszakoknak a váltakozása, maga a napfény, a víz, az eső, bármi kiegyensúlyozott engem nagyon, és amikor azon a tanyán már megszűnt a tanyasi iskola, akkor egy kollégiumba kerültünk, Nyíregyháza mellett Nyírszőlősön, és ott véletlenül ilyen mezei járőr futó versenyre, hát szinte kijelöltek engem, mert nem volt elég jelentkező, és én úgy pluszba kerültem bele, és akkor elkezdtem futni. És a futás az annyira, ha valakinek nagyon nagy nehézsége van, nagyon rossz jön az életébe, meghal egy közeli hozzátartozója, vagy anyagi csődbe kerül, vagy COVID van, vagy közeleg, vagy bármilyen, vagy akár még nem azt mondani, hogy egy háborús helyzetben is, ha az ember nem felejti azt el, hogy a Teremtő adott neki két lábat, tüdőt, és ha nem is bír futni, de legalább gyalogoljon. Tehát én ezt gyerekkoromban tapasztaltam már meg, nekem ez volt a nagyon nagy előny, hogy ez a futás. És bármennyi tragédia is bekövetkezett, mert utána is voltak még nagyon nagy határhelyzetek az életemben, de mindig kimentem a mezőre, az erdőbe, és akkor még futottam. Most, a mostani években, ha nagyon nagy probléma közeleg, vagy már belekerültem valamibe, akkor gyors gyaloglok. Tehát legalább egy óra hosszát, másfél óra hosszát, két óra hosszát, ha nagyon hideg vagy szeles az eső, vagy hó van, vagy eső van, bármi van, akkor több rétegben fel kell öltözni, és ki kell menni az embernek. És ezt ajánlottam is valakinek, most akinek egy, hát nagyon úgy tűnt, hogy egy megoldhatatlan kapcsolati problémája van, és már nagyon-nagyon rosszul volt tőle, hogy 21 napig, minden áldott nap minimum egy óra hosszát menjen el gyalogolni. És akkor gyakorlatilag ebben te összhangba kerültél újra a természettel, úgy, mint amikor kislány korodban is igazából, ha ahogy mondtad, hogy árva voltál, lehet, hogy az volt a legnagyobb otthonod, a legnagyobb vigaszod. Így van, meg már akkor utána megtapasztaltam, mert azért ügyes voltam, meg minden versenyt megnyertünk. Akkor még ilyen járőrverseny volt, és így húztam két nagy lányt magam után, mert hát én edzett voltam, mert én a tanyán, a természetben, ugye semmiféle
olyan dolognak nem voltam kitéve, ami káros lett volna, mert amit a Teremtő teremt, az mind jó és szükséges nekünk, és kell. És hát, hogy bekerültem ebbe a lehetőségbe, akkor még járőr versenynek hívták, a Nyíregyházi repülőtéren futottuk, nem tudom, nagyon sok kilométer volt, és a két nagylány már alig bírta vonszolni magát, de én így megfogtam a két kezüket, és így úsztam magam után, és megnyertük ezt a városi versenyt, utána megnyertük a megyeit, utána megnyertük a területit is, és akkor így a testnevelő tanár is felfigyelt ránk, és tartott nekünk edzést, ami abból állt, hogy a település felét jó körbe futottuk, de rendszeressé vált, és évekkel később már azt is megtapasztaltam a ciklikus mozgás közben, a futás közben, hogy elérkezett egy holdpont. És amikor ez a holdpont eljön, ez különben minden olyan sportoló tudja, aki valamilyen aerob jellegű testmozgást végez, hogy a holdpont, ha eljön, akkor gyakorlatilag a végtagjai, tehát a teste önmagától kezd el mozogni. Tehát belekerül egy flóba, egy áramlatba, és ahhoz, hogy haladjon előre, nem kell plusz energiát felhasználnia, hanem belekerül abban az állapotban, amikor önmagától elkezd mozogni a test, és energia felhasználás nélkül kerül be a moksa állapotába, a felébredés, a megvilágosodás állapotába, és hát évtizedekkel később a Dr. David R. Hawkins könyvéből, az erő kontra erőből értettem meg, mert ő ezt nagyon sokszor leírja, hogy az életben mindennek ez a kulcsa, hogy ezt az állapotot valahogyan elő tudjuk idézni. Ugye ennek a legkönnyebb módja a mozgás, a természetben való mozgás, mert a természetben lehet futni egy futópadon is, egy zárt teremben, de az közel nem adja azt a pluszt. Tehát amit a teremtő teremtett a természetben, mert még az időjárás hozzájön, és akkor az első mozdulatok, akár futásnál, akár gyaloglásnál még egy kicsit olyan nehézkesnek tűnnek, vagy erőfeszítést igényelnek, de gyaloglásnál is eljön, amikor minden együtt van. Most például legutóbb voltam egy 20 kilométert gyalogolni egy gyönyörű patakparton, álomszép volt minden, ahogyan megcsillantak a leveleken azok a kis vízcseppek, meg ahogyan a szél fújta a vizet a pataknál, meg egyáltalán annak az izgalma, hogy egy olyan területre mentem a 20 kilométert, ahol idáig még nem jártam. Ilyen csillagtúra-szerűen csinálok most a lakókörnyezetemben 15-20 kilométeres távokat, és ezért tudom mondani a nézőknek, hogy nem csak futásnál, hanem ugyanez egy gyors gyaloglásnál is bekövetkezik. És egy fantasztikus érzés, és mindenen át segít. A legutóbbi alkalommal arról beszélgettünk, hogy hogyan kommunikáljunk az angyalokkal, a teremtőkkel, hogyan kérjük a segítséget. Te nagyon sokszor hivatkozol a Hawkins könyvre, na most a Hawkins könyv az nem a kötelező olvasmányok része. Emlékszel-e te az életedben egy olyan holdpontra, amikor ezt a dimenziót át kellett egy kicsit lépjed? Amikor azt mondtad, hogy vagy azt mondhattad, hogy ez itt nekem nem elég, vagy hogy ez nem igaz, hogy csak ennyi az életünk. Hol ugortad te azt át, amitől ezekhez a felsőbb energiákhoz jutottál el? Nagyon sok ilyen volt nyilván, mint minden ember életében. Legelőször, azt már többször elmondtam több tévében, hogy legelőször az anyagi nehézségek sújtottak folyamatosan. Tehát vagy 20 évtizedig szinte, mint végzett tanárnő, kényszervállalkozókká váltunk, a párom is tanár volt, nem lehetett megélni, nem örököltünk semmit, egyik rendszerváltás itt jön a másik után, és akkor az anyagiak. És egy olyan holdpontom volt, amikor ráadásul még valahova utaztam, és még gyorshajtásért be is mértek,
és elvették a jogosítványomat, és akkor Ausztriába biciklivel kellett kiállnom dolgozni. Kihajtott a 22 kilométert, kimentem biciklivel, beálltam pincérnőként 3 napot dolgozni, és utána a ledolgozott idő után megint biciklivel kellett visszajönni. És akkor hát gondolkodtam magamban, hogy úristen, hát ezt fizikailag se fogom ezt a strapát bírni, nem létezik, hogy ennyi az élet. Tehát valamiféle más megoldásnak is lenni kell. De hát csináltam tovább, tehát cselekedtem, amit tudtam, nyilván azt csináltam. És utána történt az, hogy az orvospárom gyógyíthatatlanul megbetegedett. És a kollégái azt mondták, hogy csak 10 éve van hát, vagy a 3 hónapja van hátra az életből. És akkor én már 2 éve benne voltam az alternatív lehetőségekben. Elvégeztem az agykontrollt, foglalkoztam feng shui-val, tehát egy olyan csomó dolgot megtapasztaltam, ami azt mutatta, hogy az élet sokkal több a megtapintható, megfogható dolgoktól. És úgy kezdtem már érezni, hogy ha valahogyan közel kerülünk a megfoghatatlan világhoz, akkor azzal sokkal hamarabb el tudjuk érni bármilyen célunkat. Legyen az, hogy egészségessé szeretnénk újból válni, vagy anyagilag szeretnénk magunkat rendbe tenni, vagy jó emberi kapcsolatra szeretnénk szert tenni. Tehát ez a 3 nagyon fontos dolog van itt a földi életben, és hogyha a megnyilvánulatlan világhoz közel kerülünk, akkor sokkal hamarabb meg tudunk mindent valósítani. És ugyan az orvos párom, kollégái azt mondták, csak 3 hónapja van hátra, hát nem volt veszíteni valója. Elkezdtük megtanulni, meg utána járni az alternatív lehetőségeknek. És ő is elkezdte megtanulni, és 1 év alatt meggyógyult. Tehát 1 év alatt teljesen meggyógyult, és én így kerültem a moksázásba bele. Mert amikor ő magán megtapasztalta, hogy ilyen megfoghatatlan dolgoktól, ilyen nagyon finom dolgoktól, hogyha mondjuk kimerek állni magamért, vagy tudok nemet mondani, vagy új ismereteket engedek be, akkor más útra lépek, és akkor könnyebb lesz. És mikor már nagyon sok mindent megtanultunk, az alternatív lehetőségekből, meg a homeopátiát is, akkor ő a 14 ezer visszatérő betegeiből kiválogatott több száz beteget, akiknek segítség kellett. És azt mondta, hogy én nem érek rá órákat beszélgetni a betegekkel, üljél be te ide a másik oldalra, itt az én rendelőm, a kapu a másik oldalán van a labor, te üljél oda be, kiírtuk, hogy holisztikus életmód tanácsadás, és jöttek, hát naponta 3-4 beteg jött, olyan betegségekkel, amire a hagyományos orvoslásnak nincsen megoldása. Például valaki öngyilkos akart lenni, mert egy nagyon durva szerelmi háromszögbe keveredett. Vagy egy férfinak sok ízületi gyulladása volt, mert annyi hitelt vett föl a panzió építéshez, hogy nem győzte, nem tudta kifizetni, és minden ízülete begyulladt. Vagy volt olyan is, aki szintén férfiaknál inkább az volt mindig a baj, hogy nagyon túlvállalták magukat, és nem tudtak, mint teremtő erő helytállni. És akkor, vagy pedig nagyon-nagyon-nagyon olyan esetek, amit nem lehetett mondjuk egy kémiai alapú gyógyszerrel megoldani. És nekem az volt a feladatom, hogy üljek és figyeljek, és csendben maradjak. És akkor szabadon elmondták, hogy mi van velük, mi van az életükben. Sokszor elmondták még a szülőknek az élettörténetét, a nagyszülőknek, dédszülőknek is az élettörténetét. És hogyha én jó rezgést, jó információt tudtam nekik találni, akkor egy kisebb fajta csoda történt.
Azt láttam, hogy valahogy az útjukra kerülnek, és hogy minden rendeződik körülöttük. Nagyon sok gyógyíthatatlannak tartott állapotból is igenis meggyógyultak, megfordultak. És ez egy nagyon szép időszak volt. És mikor azt a több száz emberrel már végigbeszélgettem azokat az éveket, ez 4-5-6 évig tartott, akkor azon kezdtem gondolkodni, hogy annyi a probléma az életben. Az egészségügyi, a kapcsolati, az anyagi probléma, hogy kellene egy komplexet készíteni. Ami esetfelvételi beszélgetés nélkül is nagyon-nagyon sok embernek tudna segíteni. És akkor így született meg a Moksa Elixír, és akkor én kitaláltam azt, hogy az emberiség 1%-ához kellene vele eljutni, mert ha 1% tudja a megoldást, meg 1% magát rendbe tudja valamilyen segítséggel tenni, akkor mindenki megemelkedne. Na most ezt az 1%-on elértük egy nagyon cseles módon, de nyilván nem úgy, hogy most közvetlenül tőlünk szerezték volna be mondjuk a készítményt, de egy bizonyos módon elértük. És én nagyon örültem neki, de az a meglátásom, hogy az egész élet egy folyamat. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy most hátra dőlök, mert egyszer elértem ezt a célt, és utána nem csinálok semmit. És most az a célom, hogy a Kárpát-medence legyen újból nagyon-nagyon jó frekvencián. Tehát, hogy a Kárpát-medencében élő emberek tudjanak most magukon segíteni, meg jöjjenek rá a pozitív, a jó megoldásokra, és ezért, ha nem akarnék, akkor már most az anyagi szempontok miatt nem kellene tevékenykednem. Tehát az a terület, az teljes mértékig rendeződött az életemben, és ugye az volt a kérdésed, hogy a mélypontok, hogy voltak-e mi. És ugye az egyik ez a holdpont, ez a mélypont volt, mikor ugye ott bicikliztem, és csak azon gondolkodtam, hogy jaj, hogyan lehetne ebből a fizikailag nagyon-nagyon keserves és megerőltető munkából, mert az nekem egy munka volt kikerülni, hát, hogy el tudjam magamat tartani, meg a gyerekemet, meg a családomat, meg minden. És ugye a moksával úgy kikerültem, hogy észre se vettem. Tehát a moksával belekerültem egy olyan helyre, ami az én küldetésem, ami az én misszióm, az én életutam. Ebben az életemben, a fizikai testembe, valószínű azért jött ide a lelkem, hogy a moksát meg tudjam, létre tudjam hozni. Rajtam keresztül jött ez létre, és hogy tudjam képviselni. Tehát, de aztán utána volt még ugye anyagilag, már nagyon szépen ment, és nagyon működött, és nagyon jó volt. De aztán, amikor az orvospárom, pont tegnapi nap volt 11 éve, tehát 11 éve, hirtelen összeesett az utcán és meghalt, utána nőként egyedül maradtam, hát akkor 12.800 ember volt összefogva egy közösségbe. És én voltam a góri, és minden az én nyakamba szakadt. És nőként millióan támadtak, meg nagyon a konkurencia, mondjuk esetleg dühöt vevő is, akkor azok a munkatársak, akik puccsokat szerveztek, stb. Tehát nőként egyedül kellett utána tovább vinnem az egész dolgot. Mert mivel többszintes értékesítési rendszerben dolgoztunk, ezért körülbelül 500 család csak a moksából élt. Abból tartotta el a gyerekét, meg egyáltalán mindent abból tudtak, és akkor azt tűztem ki célul, hogy ne így menjen tönkre, hanem legyen esetleg elnyújtva. Tehát a csúcsról egy ilyen elnyújtott fázis legyen, hogy azok az emberek azért, ha már nem akarnak mondjuk a moksával foglalkozni, mert hát aztán közben nagyon-nagyon itt más, meg azok, akik nagykolomposok voltak, meg több ezer ember tartozott hozzájuk,
lekopintották a terméket, vagy újabb értékesítési rendszert hoztak létre, több ezer embert elvittek, tehát nagyon-nagyon sok nehézség volt abban az időben, és akkor hát nagyon nehéz volt. Volt olyan, amikor szintén jöttem Pestre, mert azt találtam ki, hogy nőként, meg egyedül, akkor tudom fönntartani ezt a rendszert, ha az ország vezető professzorait megkérem, hogy jöjjenek el velem egy televízióba szerepelni. És akkor a Papp Lajos professzor, a Gundel professzor, az Iván professzor, évekig volt egy tévéműsorom, Moksa világa volt a címe, 4 évig. 4 évig csináltam, és akkor minden második héten hajnalba kellett kelni, és akkor több órát utazni föl, ezt az Echo TV-be csináltuk akkor ezt a műsort, és volt olyan, amikor hát azt gondoltam, hogy ez nem is lehet, se fizikailag, se lelkileg, se szellemileg, tehát sehogy se lehet ezt kibírni. De úgy éreztem, hogy annyira szükség van rá. És annyi, igen, és akkor már azon a holdponton, ott mindig az segített át, hogy nagyon-nagyon sok ember meggyógyult. Tehát a komplex készítménytől esett felvételi beszélgetés nélkül is rengeteg ember meggyógyult mindenféle fajta betegségekből, rengeteg kapcsolati probléma rendeződött, meg nagyon-nagyon sok embernek az intuíciója, meg a kreativitása is felé lett, és gyönyörű könyveket írtak a Moksa által, gyönyörű festményeket festettek, olyanok, akiknek előtte ez nem volt nyilvánvaló, hogy bennük van egy ilyen szunnyadó képesség. A dr. Domjánit csináltak egyszer egy csendnapot, két napig voltunk ott teljesen csendben éjjel-nappal, és egy kis hölgy odahozott egy kis írást, hogy kedves Ilona, már nem emlékszem a kislánynak a nevére, de írta a kislányának a nevét, hogy Moksa baba, és most 5 éves, és nagyon köszönjük. Tehát csak Moksa baba az országban legalább van 500 Moksa baba, aki nem lenne itt közöttünk, hogyha nem szedte volna az anyukája még az áldott állapot előtt a Moksát. És akkor ezeken a nagyon nehéz holdpontokon mindig a siker, tehát mindig az, amikor valaki meggyógyult, amikor valakinek egy olyan képessége előjött, amit nem is gondolt volna magáról, és akkor ezek utána már átsegítettek. És akkor a barátnőmmel beszélgettünk, hogy még a Covid előtt, hogy nekünk már nem kellene dolgozni az égvilágon semmit. Mert hát gyakorlatilag mindenünk megvan, szép felnőtt gyerekeink vannak, nagyon helyes unokáink, tényleg minden dolgunk megvan, amit ebbe a dimenzióba az ember elképzelhet, mindent megvalósítottunk. De aztán jött a Covid, és akkor már tényleg úgy terveztük, ha nem jött volna a Covid, hogy csak megmasszíroztatjuk magunkat, mit tudom én, 2 naponta sétálgatunk az erdőbe, elmegyünk fürdőbe, tehát egy ilyen életet terveztünk már nagyon magunknak, és gondoltuk, hogy hát a Moksa megy, amennyire megy, aki idáig megtapasztalta, hogy jó, ő fogyasztja, aki nem, hát ő meg nem. Na igen, ám de jött a Covid. És hát a Covid alatt nem bírtam ki, hogy ne csináljak semmit. Először, amikor a legzűzavarosabb helyzet volt, akkor elkezdtem egy ilyen tornát, egy ilyen berendezéssel, egy ilyen nagyon erőteljes tornát, ugye a mozgás, és közben mondtam a szöveget, és akkor azt megint nagyon sok százan elkezdték nézni, meg megint írtak, ugye, mert ezt Facebook élőben csináltam, és akkor nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy mennyire tartja ő bennük a lelket. Ezek az alkalmak, mert azt minden héten 3-szor csináltam. Már nem emlékszem, reggel 7:30-tól 8-ig valahogy így volt 3-szor fél óra, és akkor csináltam, és akkor mondtam a szöveget, meg mozogtunk, és ahogy nyugodtunk meg, tehát így lehet a holdpontokon átkerülni, egyre kevesebbet mozogtunk.
a végén már csak ilyen jóga, kundalini jóga mozdulatokat csináltunk, mert ugye az elején volt egy nagyon nagy káosz, volt egy nagyon nagy sötétség a fejekben, a szívekben, mindenütt, nem tudta senki sem, hogy mi van. És, de utána már a tudatosabb emberek összefogtunk, meg átláttuk körülbelül, hogy mi van, meg tudtuk egymást segíteni. Tehát tudtuk egymásba tartani a lelket, meg erősíteni, meg tartani, fölemelni, és akkor így ez másfél évig tartott, és akkor a Covid után, pedig tavaly, ugye február 24-én, Mátyás névnapján, mert a nagyobbik fiam Mátyás, tehát így meg tudom jegyezni ezt a dátumot, ugye lett, hogy a háború. És akkor megint egy hónapig körülbelül, egy három hétig, még én megmondom őszintén, hogy én is nagyon megijedtem. Hiába már előtte nagyon jó fázisban voltam, meg nagyon szépen voltam, de főleg, hogy a szomszédban. Tehát aki azt mondja, hogy nem ijed meg egy háborútól, az nem tudatos, az nem érzi, hogy milyen érzés van az a tudatalattiában. Mert ugye betegségeket mindig az okoz, meg szegénységet is az okoz, meg veszekedést is a kapcsolatrendszerünkben, meg a környezetünkkel, ha nem vagyunk tudatosak arra, hogy mi van a tudatalattinkban. Tehát az erő kontra erő, a Hawkins könyve, vagy a gyógyulás és felépülés, ezt mindig ajánlom mindenkinek, mert ha az erő kontra erőt, meg a Hawkins-tól, Hawkins doktortól, mert én nagyon nagyra tartom őt, tehát ha ezt a két könyvet egy milliárd ember használná a Földön, meg elolvasná, meg valóban tudná alkalmazni azt a tudást, ami ebben, ezekben a könyvekben le van írva, akkor jólét lenne, akkor béke lenne, és akkor már az aranykor, vagy istenkor, ahogyan itt is a VNTV-ben is nagyon sokszor elhangzik, már abba lenne minnyájunknak része. No, és akkor ugye a háború miatt, vagy egy három hétig, én is megint nagyon mély ponton voltam. Én nem szégyellem, meg én éreztem, hogy hú, hát az megint egy nagyon nagy holtpont volt, és hogy hogyan lehetne ebből hát kikerülni. Tehát akkor megint az lett a kérdés. És akkor nem tudtam megint más tenni, mint hogy cselekedni kell. Tehát ha az ember már megérzi azt, hogy hú, most valamiért nagyon megijedtem, meg nagyon rossz, akkor nincs más út a holtpont, vagy a Jóisten kegyelméből kerül ki az ember, vagy ha nem talál akkor éppen pont utat a Teremtőhöz, akkor pedig neki saját magának kell tudni tudatosan arra rájönni, hogy ebből a nagyon nehéz helyzetből csak cselekvés útján tudok ki, ha a bátorság szintje a 200-as energiaszint fölé tudom magamat vinni, és ezt úgy lehet megtenni, hogyha nagyon félek, akkor nem hazudok magamnak, hanem befele kezdek el figyelni, és valahol a torkomban, a gyomromban, a hasamban, vagy a lábamban, vagy valahol, mert mindenki máshogyan tudja azonosítani a szégyent, a bűntudatot, a csalódást, a bánatot, a gyászt, a haragot, a büszkeség is nagyon negatív még a büszkeség is negatív. Az első életet támogató lehetőség a 200-as, a bátorság energia szint fölött van. És akkor, hát először jártam egy fél évet az Intercity Hotelba, Budapesten, a keleti pályaudvar mellé tettük a találkozókat, de a többi ember is olyan nagyon félt, hogy nem jöttek. Tehát annyira kevés ember volt szerintem az elmúlt egy évben a bátorság szintje fölött, mert a bátorság szintje alatt nem is tudja az ember meghallani, meg nem tud cselekedni. Tehát még hiába nagyon fél, most is van nagyon sok olyan ismerősöm, aki nagyon rossz dolgok járnak a fejébe, meg nagyon rossz dolgokon gondolkodik, a háborús helyzet, az infláció, a drágaság, a rezsimizéria miatt, nagyon rossz dolgokon gondolkodnak,
de egyszerűen nincs erejük, energiájuk cselekedni. No, és amikor láttam, hogy nem igazán jönnek az emberek, meg nem sok ember jön, akkor eldöntöttem, hogy valami más kell cselekednem, mert ez nem tudja megoldani a nagy egész problémáját is. És akkor nyáron aztán jó, kipihentem magam, és utána ősszel eldöntöttem, hogy csinálok moksa klubokat. És jaj, mert még ráadásul a rezsimizéria miatt még én is olyan helyzetbe kerültem az egyik ingatlanommal, hogy bizony nagyon éreztem a saját bőrömön, hogy azt az óriási nagy házat nem fogom tudni befűteni. Ilyen gázárak mellett nem fogom tudni kifűteni. És ugye mondtam így itt ebben a tévében is, hogy talán a napelem vagy valami ilyesmi megoldás lenne jó, de megmondom a nézőknek is, hogy nem tudtam azt sem összehozni. És pont ugyanazt az érzést éreztem én is, mint amit érzett az ország lakosságának a fele. Hogy na, most ezt a helyzetet hogy tudjuk átvészelni, túlélni, hogy tudjuk megoldani. És hát mivel nagyon sokan hitegettek, hogy jönnek, meg felmérik, meg megoldják, meg így lesz, meg úgy lesz, aztán a végén sehogyan sem lett, a Teremtő rákényszerített a legegyszerűbb megoldása, hogy én is, meg a fiam is újból tanuljunk meg egy hagyományos kazánnal, szénnel, meg fával fűteni, meg meleget csinálni. És az elején nagyon rossz volt. Tehát nagyon a kényelmi zónába bekerültünk mi már az előtte lévő évtizedekben, és szörnyű rossz volt, hogy reggel hideg volt, amikor fölkeltünk, hogy le kell szaladgálni a pincébe, tenni a tűzre, meg hogy füstölt, meg hogy nem tudtuk, hogy hogy kell csinálni, meg szóval ezzel problémánk, bajunk volt, de egy 2-3 hónap után egyszer csak elkezdtem ennek látni a szépségét. Tehát a kérdésedre az a válasz, és a nézőknek is mondom, hogyha az ember citromot kap, akkor jöjjön rá, hogy hogyan tud belőle limonádét készíteni. És akkor most már ott tartok, hogy március 8-án megnyitottam Fertődön az első moksaklubot, és egy erdélyi sparhely cserépkájába, akik jöttek, 16-an voltunk, már ők maguk is elkezdtek tüzelni. Főztünk egy nagyon jó paprikás krumplit, meg az a szlogenem most erre az évre, meg a jövő évre is valószínű, hogy az lesz, és a kluboknál, akik majd csatlakoznak, majd azt kérem, hogy jó szó, érintés, és zsíros kenyér hagymával, vagy hagyma nélkül. És így a citromból sikerült már megint limonádét készíteni, és észrevettem, hogyha egy kicsit a komfortzónámat ki tudom tágítani, meg át tudom a gondolkodásomat változtatni, meg nem csak elméletben gondolkodok azon, hogy hogyan kell mondjuk biciklizni vagy úszni, mert biciklizni, úszni is csak gyakorlatban lehet megtanulni, ha az ember vizes lesz, beleugrik a vízbe. Na most ezt a fajta életet is, hogy bármi történjen a külvilágban, de azért mi jól tudjunk élni, és mindentől és mindenkitől függetlenül is meg tudjuk teremteni saját magunknak, meg a szeretteinknek meg tudjuk teremteni a jólétet. Tehát valahol ez itt a kérdés. Tehát azért jövünk ide a földre, hogy ezekre rá tudjunk jönni. És amikor az ember ezt nem elméletben csinálja, hanem a gyakorlatban megtapasztalja, akkor ez a Teremtőnek egy nagyon nagy jutalmazás. Tehát ad egy nagyon nagy jutalmat, és akkor ezzel a jutalommal az ember utána megint, mindig szoktam ezt a képzeletbeli spirált mutatni, hogy megint följebb tudunk menni. Én kiragadnék most egy mondatodat, amikor történt egy ilyen törés a hálózatban, és azt mondtad, hogy nem kell, hogy lezuhanjon az egész, hanem megelégszel. Tulajdonképpen lemondtál egy felfelé menő nyerességről is, tehát megelégettél egyfajta visszafejlődéssel, lemondtál valamiről.
Szoktad azt a kifejezést használni, hogy egy fenntartható Így visszafejlődés. van. Erről meséljél nekünk Így valamit. van. No, ez nagyon jó, mert a klubot most teljesen a fenntartható visszafejlődés. Tehát ez is, csak hát ugye annyi nem fér ki szlogennek, de ez teljesen a fenntartható visszafejlődés szellemébe. Ezt úgy mondom, mert nem értik. Tehát a közvetlen családtagjaim már ismernek, meg a barátaim, meg jó pár ember a moksából is már azért jól ismer engem, és ők értik. De akik nem annyira közeliek, vagy csak távolról vélik azt, hogy ismernek engem, ők nem értik azt, hát az főleg nem, hogy én miért foglalkozom ezzel, mert azért gondolják, hogy nem vagyok rászorulva. Aki pedig abszolút nem ismer, ő meg azt nem érti, hogy miért lehet ezt elgondolni, hogy ez nagy tömegeknek lehet megoldás. Pedig én tiszta szívemből 100%-osan tudom és érzem. Én nem azt mondom, hogy a modern kor vívmányaiból, akkor innentől kezdve most már abszolút ne használjunk semmit, és menjünk vissza a kőkorszakba. Tehát erről szó sincs. Mértékkel nyilván használjuk azokat a dolgokat, ami segíthet nekünk. Nagy szó, de az emberiségnek. Én kimerem mondani, mert gyakorlatilag most erről van szó. De ha nagyon sok ember, jó, a város, még a városlakók is sok mindent tehetnek, de szerintem Magyarország, meg a Kárpát-medence, ugye itt a környező országok is, nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt a Kárpát-medencében legalább a fele lakosság vidéken él. És aki vidéken él, ők sokkal könnyebben, vagy egy kertes családi háza van, sokkal könnyebben meg tudja tenni azt, hogy kipróbálja, csak csináljon egy kísérletet, hagyja meg továbbra is a vezetékes gázt, a vezetékes vizet, mit tudom én, a villanyt, minden ilyen dolgot hagyjon meg, de kezdjen el egy kísérletet, hogy ezek nélkül vajon ő jól érzi-e magát. Ha ezeket nem veszi egyáltalán igénybe, megvan-e úgy szervezve az ő élete, hogyha holnap után elzárnák ezeket a csapokat, akkor ugyanolyan jól és ugyanolyan nyugodtan tudna élni. Mert én látom azt a fűtés dolgon is arra jöttem rá, hogy meg is volt nekünk ott az a hagyományos kazán. De amíg nem voltunk egy kicsit valahogyan rákényszerítve, hát nyilván eszünkben sem jutott, hogy lehet, hogy meg tudjuk újból azt tanulni, meg lehet, hogy tudunk úgy is boldogulni. És most már annyira profik lettünk benne, hogy már ez a meleg, amit ezzel lehet, hát saját magunk ezzel tudunk létrehozni, érezzük a különbséget, hogy valahogyan az egy barátságosabb, egy valamiféle más hőt, valami más érzést nyújt. És annyira szép és önjutalmazó ez a folyamat, hogy én szerintem nem fogunk itt sem megállni, hanem most a fenntartható visszafejlődésben kimerem mondani, hogy a következő kísérletünk az az lesz, hogy száraz toalettet fogok beszerezni. Igaz, hogy még nem a házban lesz elhelyezve, hanem egy kinti udvari épületben lesz először elhelyezve, de erről is több videót láttam, mert igenis nem biztos, hogy olyan nagyon fejlettek és okosak vagyunk, bocsánat, hogy belekakilunk az ivóvízünkbe, meg a jó vízünkbe. Lehet, hogy sokkal okosabbak lennénk, ha valami olyan megoldást tudnánk kitalálni, ahol nem kell a vizet pazarolni, a vécé öblítése. És már utána is jártam, 99 ezer forintért lehet egy ilyen kis, nagyon szép forma tervezett, gyönyörű asztalos munka, van fedele is, és megvan a rétegrend, hogy hogyan lehet azt használni, úgy, hogy később ez még trágyázásra is használható, mondjuk egy kertben, mondjam azt, hogy nem megy kárba, mert hát ugye a természetnek ez a rendes, normális körforgása van,
hogy mi megesszük a növényeket, meg egyéb más táplálékot, de utána a végtermék az újból az lenne a jó, ha visszakerülne a földbe. És akkor visszakerül a földbe, és akkor nem ilyen műtrágyákkal, hanem egy természetes trágyával megint rendes jó növények tudnának nőni. Csak hát, hogy erről is olyan félve lehet, meg szabad beszélni, pedig ha nagyon belegondolunk, akkor egy száraz toalett a sokkal nagyobb igazi fejlődés, mint hát szóval tönkretesszük a vízkészletünket. Tehát így a fenntartható visszafejlődés, és Magyarországon van egy hölgy, most a nevét nem tudom, aki még nem csak ezeket a száraz toaletteket mondja, hanem még azt is mondja, hogy ha mosogatunk, és arra is oda tudnánk figyelni, hogy olyan készítményt használjunk, ami környezetbarát, és utána ne a csatornába folyjon el a nagyon-nagyon sok víz, hanem a növényeinket tudnánk locsolni vele. Akkor, ami tavaly nyáron volt, ezt megint én magam tapasztaltam meg, hogy a ismeretségi körömnek, meg a baráti körömnek a 92%-a egyszerűen rengeteg pénzt kifizetett a klímára. Mert le volt nekik nagyon betonozva a dísz, az udvar, és minden tiszta beton, és alig-alig van fa. Én 5 évvel ezelőtt egy nagy csodasövényt ültettem a fertődi ház mellé, körülbelül 3,5-4 méteresen már megnőtt, gyönyörű, szép, nagy, nem is nyírom egyáltalán, hanem hadd nőjön szabadon, és nekem az az egy csoda sövény, meg az udvaromban van egy óriási nagy szomorú fűzfa, az olyan klímaberendezés, hogy mindenki a csodájára járt, hogy nálam milyen jó a klíma, milyen jó a légkör, mert az a rengeteg levél párologtat, és klíma nélkül is nagyon jó hűvös volt a házban. Ilona, a moksának ugye az a jelentés, hogy megvilágosodás, és amikben te hiszel, amik neked már úgymond beváltak, hívjuk szisztémának az életedben, azok újra meg újra működnek. Látszik, hogy állandóan felfele mész, igazából, ha vissza is húz valami örvény, akkor újra fel tudsz jönni a felszínre. Hogy érzed a megvilágosodásnak az ajándékait, megjelentek-e akár a teremtő hálájaként az életedben? Igen, igen. Régen ugye nem tudtam, mert amikor futottam, már gyerekkoromban is, vagy fiatalkoromban, nagyon fiatalkoromban, amikor a holdpont eljött, akkor én már gyakorlatilag a felébredés, a megvilágosodás, a moksa állapotában voltam. Tehát amikor már így ciklikusan mozog az ember teste, úgy, hogy nem kell, hogy energiát felhasználjon, ez már az volt. Csak én nem tudtam, hogy ez az. És ugye hát, egyszer az ember fönn van, egyszer lent van, ugye, én is nagyon sokat visszaestem, és most, hogy szerettem volna jönni, mi már telefonon beszéltünk, hogy majd jöhetek-e, akkor most egy 3-4 nappal ezelőtt, én nem tudom, hogy hogyan és mind, egyik reggel arra ébredtem föl, hogy hát ilyen nagyon magas rezgésszinten, tehát a moksa az a 600-as, 700-as energiaszint, tehát, hogy abba kerültem bele. És nagyon jó érzés volt, az egész napom azzal telt el. A barátnőmnek mondtam is, hogy hú, hát most egy bepillantást kaptam a moksa rezgésszintjébe, ebbe a megvilágosodott, felébredett állapotba, és ja, csak mondtam is, hogy mondom, nem tudom, hogy meddig fog tartani, jó lenne, ha mindig így maradna, és egész napom abba telt el. A legjobb, a legjobb az az volt benne, hogy tettem a mindennapi rutinomat, a tevékenységeimet, és abszolút, tehát a félelemnek se a tudatos, se a tudatalattimban nyoma sincs. Tehát ebben a nagyon magas állapotban nincs félelem. Én kívánom, hogy nagyon sok ember tapasztalja meg, mert egy fantasztikus dolog. És itt ugye rengeteget beszélnek a kundalini
energiáról, mindenféle spirituális körökben, meg nagyon-nagyon sok szent íratban is benne van, hogy valahogy az lenne a célja ennek az emberi életnek, hogy ez a kundalini energia itt a gerincünk mentén elinduljon fölfele, mert akkor tényleg egy átjáró vagyunk, és akkor tudunk kapcsolódni. Ja, igen, és ilyenkor az ember tud kapcsolódni a teremtőhöz, a természethez, tud kapcsolódni mindenhez. Egy annyira nagyon tiszta állapotba kerül fizikailag, meg lelkileg is, hogy bármilyen probléma, meg tud gyógyulni. Ha betegsége van, akkor pár perc alatt meg tud, kijön belőle. Ha valakivel össze van veszve, abban az állapotban mindenkinek meg tudunk bocsájtani. És abban az állapotban mindenki tudja, csak a jót látjuk mindenkiben. Tehát nincs, tehát nem lehet haragosa, vagy gyűlölködés, vagy ilyen torzsalkodás, vagy háború, vagy az egyéni szinten nem lehet harag a családban, vagy a barátok között, vagy a munkatársak között, mert egyszerűen az ember mindent és mindenkit szépnek és jónak érez. Tehát mondom, minden rossz, tehát minden, ami negatív, ami rossz, az eltűnik, és ami még nagyon csábító dolog, hogy amikor elindul innen az energia fölfele, akkor az egy folyamatos örömérzés. Tehát az egy olyan fantasztikus örömérzés, hogy nem lehet mással összehasonlítani. Ilona, nem álltál meg a moksa cseppnél. Még ez az utolsó kérdésem, hogy mi az, amit még fejlesztettél, és milyen meggondolásból? Mostanában sokat kérdezik az emberek, hogy mi a különbség itt a három termék között, és a klubokban majd, akik fogják csinálni a klubokat, mert Budapestről szeretnék minden kerületből egy szemét, aki ugye ezeket az ismereteket ugyanúgy magáévá teszi, és tovább tudja adni az embereknek. Megyeszékhelyenként is szeretnék mondjuk 5 klubot, és a különböző településekről meg maximum 2. Tehát így döntöttem el, hogy így szeretném, mert azért van ennek értelme, mert egyrészt tudjuk egymást tartani, erősíteni, emelni, másrészt pedig tovább tudjuk adni a helyes információkat. Mert olyan sok minden van, hogy az emberek most egy kicsit össze vannak valahogy úgy kavarodva, hogy mi az, ami értékes meg jó. No, és a moksánál ennyi változás lett mondjuk az elmúlt 3 évben, hogy megmaradt a 88 frekvenciájú, mondjuk úgy, hogy ez annak idején moksa elixír, utána moksa csepp, most meg moksa csepp. Tehát 3 változtatás, fejlesztés volt itt is közben, de ennek 88 virágrezgés frekvencia információ van benne. Hát hátránya az, hogy a fogyasztók 1/3-ánál előfordulhat átmeneti rosszabbodás. De nagyon nagy előnye az, hogy fölülről lefele, belülről kifele, időben visszafele tudhatni, és a több generációs negatív szellemi mintákat is segít kitisztázni. Tehát amit a 20. század ránk rakott rosszat, félelmet, rémületet, stb. Itt a háborúkkal, ha valaki, én 15 évig bevettem minden áldott nap. Tehát saját tapasztalatból tudom, hogy ki tudja tisztázni a ükapáig, dédapáig, nagymamáig, amit megkaptunk születésünkkor, a tudatalattiba is, rossz negatív energiákat, ez nagy ágyú, és ki tudja tisztázni, de türelem kell hozzá, és idő. A 15 millis, ugye ez 10 millis, ez 15 millis, tehát csak így van, és a megjegyzés rovatba kérem odaírni, hogyha valaki 15 millis szeretne rendelni, ha 10 millist, akkor nem kell semmit, mert akkor tudjuk, de a 15 millisnél oda kell írni a megjegyzés rovatba, hogy 15 millis szeretne valaki, és ugye az van odaírva az egyik weblapunkon, hogy megjegyzés a futárnak, de az nem csak a futárnak szól, azt látjuk mi is. Tehát oda kell írni a 15 millisnél, hogy ezt kéri valaki. Ez nem olyan nagy ágyú, mint a másik, ez kevesebb rezgés, tehát ebbe körülbelül 12 csak ami van virágrezgés információ, mert ezt a Covid
vége fele készítettem el, és csak azokat a negatív mezőket fedtem le. Tehát nem az életnek ugye a 64 élethelyzetet, mint az eredetivel, a Yikingbe, ami le van írva, hanem csak amit a Covid belenyomott bennünket egy rossz helyzetbe, és csak azt vettem le, és itt a hátránya az, hogy időben ez visszafele nem képes menni. Tehát ez nem tudja a nagymama meg a dédapa által ránk rakott tudatalattiban elraktározott negatív dolgokat nem tudja kitisztázni, de az előnye az az, hogy nagyon gyors, nincs átmeneti rosszabbodás, ezt már egy, hát mióta is, ezt már tavaly januárban meglett, és akkor sok visszajelzés van már, és nincsen átmeneti rosszabbodás egyáltalán senkinél, hanem gyorsan hat. 10 cseppet beletesz 1 deciliter vízbe valaki, és akkor már is jobban tudja magát érezni, és segít neki. No, és akkor a harmadik. Ez pedig, mivel annyira rohanó világba kerültünk, ezért arra gondoltam, hogy csinálok egy krémet is, ami egy kicsit kell csak magunkra kenni, ha akarod, te is nyugodtan kenjél, tehát egy kicsit kell magunkra kenni, és táskába is bele lehet tenni, lehet vinni bárhova, bármerre, és hogyha az ember egy kicsit rosszabbul van, rosszabbul érzi magát, vagy lekerült ezen a bizonyos spirálon, akkor egy picit magára ken, én ide a homlokomra kenem, meg csak a sminkünk lehet, hogy egy kicsit rosszabb lesz, ide a harmadik szememre is kenek én. Egy természetgyógyász mondta, hogy nézzük meg az idegpályákat, hogy hol futnak, és hogyha nem vagyunk felöltözve, akkor szánjunk magunkra egy kis időt, és akkor nyugodtan az idegpályákat, hogyha bekenjük vele, akkor a krém nagyon-nagyon gyorsan hat, nagyon gyorsan hat, hát szinte azonnal hat, és mondom, ez a praktikussága, ugye, hogy a különben ugyanazok a rezgések vannak a 15 millis cseppbe, meg a krémbe is. Tehát pont ugyanaz a rezgés van benne, annyi a különbség a krémnél, hogy ez a mai nagyon gyors és rohanó világnak egy praktikusabb dolga, hogy egy táskába is lehet vinni, és akár útközben is lehet használni. Ennyi a különbség. No, és hát remélem, hogy ez a három, hát mondjuk így, hogy termékcsalád, hogy ez tud továbbra is segíteni az embereknek abba, hogy már egy emberhez méltó. Mert már nagyon ez kellene, de csak akkor tudjuk megcsinálni, ha nagyon sokan. Tehát, ha nagyon sokan így gondolkodunk, és hogyha újból lesznek olyan közösségek, ahol ezeket az információkat szemtől szembe tovább át tudjuk egymásnak adni. Mert online felületek igen használhatóak, de az nem olyan. Nem, tehát az nem személyest. Olyan. Nyágaira nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg információt. Amit még veled nem csináltunk, hogy nem hívtunk ide soha senkit, aki megerősítené, vagy megcáfolná azokat a dolgokat, amiket te mondasz, hogy tényleg működik-e vagy sem. Tehát, hogy aki együtt dolgozik veled, az hogyan vélekedik erről, és hogyha megengeded, akkor egy következő beszélgetésben ezt megkérdeznénk valakitől. Jó. Jó? Nagyon rendben. Szépen köszönöm neked, hogy eljöttél. Én is köszönöm. És további kellemes utazást kívánunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják. Viszontlátásra! Thank you.
Thank you.